Sziasztok! Két dallal készültem nektek, hogy megmutatom és megtanuljuk. Nézzük, az első az lesz, hogy túra disznó, túra mocsár szélen. Az úgy fog kinézni, hogy A, E, 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 D, C, D, D, A, D, A, D, aztán a bal kéz. A bal kéznél a basszus akkordok úgy fognak kinézni, hogy lesz egyszer D dur mol, dur, ebben nem lesz molba az egész, akkor itt úgy fog kinézni, hogy D mol, van benne G mol, meg lesz benne A mol is. Igazán egyszerű a dolog, mert itt egymás mellé vannak rendezve a dolgok, úgyhogy... Na. Akkor nézzük. Az elején úgy kezdünk, hogy D-mollal. Itt G-moll. Aztán átváltunk megint D-re. Visszalépünk D-morra, és akkor kezdjük megint, hogy és így fog kinézni szépen a dalunk. Nézzük meg egybe is. Második pedig az, amit egyszer már játszottam, de még nem mutattam meg, hogy hogy legyen. Az pedig az, hogy nem az a legény, aki magát tartja. Ez így fog kinézni, nem biztos, hogy most ebből a énekelni, meg elég magasra kell menni ahhoz, de na. Hegymászást rég csináltam már, tehát akkor legalább edzük magunkat. Még az, hogy harmadik, hát egy kicsit egyszerűbb dolog, mert de akkor nem dumálok annyira, hanem mondom. Akkor mutatom, úgy fog kinézni, hogy C, A, D, C, B, G, D, E, F, aztán
oldal. Na és akkor nézzük a basszus akkordokat, az úgy fog kinézni, hogy ugye bár ez szép dúros hangzás, de így dúrok fognak lenni majd, azt mondja, úgy fog kezdeni, hogy F dur. Lesz benne F dur, B dur, C dur, és majd meglátjuk. Na, mondom, úgy kezdünk, hogy F dur. Aztán B dur. Aztán ottan C dur. És itt pedig átlépünk majd F-re. Tehát F dur. Nézzük meg egybe. Ezt nem ígérem, hogy énekelem, de lehet, hogy kicsit belekotyélok közbe. De itt ugye magasnak most viszonylag menni, ezt nem mindig bírom. Főleg amikor ugye nem énekelt az ember még mámát, akkor nem is nagyon bírja. De lényegtelen, most nektek a zene a fontos, úgyhogy mutatom, hogy hogy néz ki egybe. Hát ugye már reflektorfényt is rég láttam, de most a napfénye is beelégszik, hál' Istennek, süt most már. Úgyhogy akkor húzzuk el azt a nótát is, amit az előbb mutattam. És hogy néz ki egybe. Köszönöm szépen a figyelmet, szervusztok, kellemes napsütéses időt mindenkinek!